Bizonytalan a szocialisták és a Párbeszéd közös EP listája. A két párt hetek óta nem tud megegyezni abban, hogy a párbeszédes Jávor Benedek hányadik helyet kapja meg. Az MSZP elképzelése szerint a lista negyedik helyén szerepelhetne, így viszont nagy valószínűséggel nem jutna ki Brüsszelbe. Döntést kezdetben még februárra ígértek, most az új határidő már ez a hétvége. Létre fog jönni Magyarországon az európai parlamenti választásokra az egyetlen közös lista, még néhány éjszakát át kell aludni. Már csak néhányat kell aludni, és kiderül, hogy hogyan néz majd ki az MSZP Párbeszéd közös listája. Ezt a szocialisták elnöke Tóth Bertalan jelentette ki csütörtökön. A listáról a szombati választmányi ülésen döntenek. Legyen egység az európai parlamenti választásokon! Tóth Bertalan januárban még úgy tervezte, hogy a teljes ellenzék egy közös listát állít. De hiába hívtak tárgyalóasztalhoz minden ellenzéki pártot, végül csak a Párbeszéddel tudtak egyességet kötni. Akkor azt ígérték, hogy februárra elkészül ez a közös lista. A Magyar Nemzet értesülései szerint azonban a két párt továbbra sem tudott megegyezni, mert nem tudják eldönteni, hogy a lista hanyadik helyét kapja meg a Párbeszéd politikusa. A lap szerint így az is kétséges, hogy egyáltalán lesz-e megállapodás. A szocialisták EP listájának első helyén a pártelnök Tóth Bertalan áll. Őt követi Újhelyi István és Szanyi Tibor. Úgy tudni, hogy a Párbeszédes Jávor Benedeknek a lista negyedik helyét adnak. Csak hogy mandátumbecslések szerint az MSZP Párbeszéd összesen csupán két mandátumra számíthat az EP választáson. A helyzeten így még az sem segítene, ha a listavezető Tóth Bertalan ígéretéhez híven visszaadná a képviselői helyét. A Párbeszéd politikusa még ebben az esetben sem jutna ki Brüsszelbe. Ha viszont a szocialisták előkelőbb helyet adnak neki, akkor az MSZP Szanyi Tibor es neki az EP-ből. A szocialisták szerint ilyen helyzet egészen egyszerűen azért nem fordulhat elő, mert úgyis több mandátumot szereznek. Olyan listahelyben állapodtunk meg, amely reálisan esélyes arra, hogy mandátumot töltsön be. Az MSZP elnökétől megkérdeztük azt is, hogy hány mandátumot remélnek a jelenleg nagyjából 1%-os támogatottságú Párbeszéd támogatásától. Tóth Bertalan szerint erre még nem tudnak válaszolni. Május 27-én tudok a kérdésére válaszolni. Sajtóhírek szerint már az MSZP-ben is rossz szemmel nézik a Párbeszédnek nyújtott kedvezményeket. Erről értesült a Magyar Nemzet. A lap szerint az pedig további feszültségeket gerjesztene, ha Jávor Benedek a szocialista politikusok rovására előrébb kerülne a közös listán.